Üdvözlök mindenkit! Folytatnánk a tananyagot, amit még az iskolában kezdtünk el, Szerbia szerepvállalását a nagy háborúban, vagyis az első világháborúban, 1914 és 18 között. Egy rövid kis összegzéssel kezdenénk, emlékeztek Víd napjának jelentőségére 1914. június 28-án, hiszen Szarajevóban ezen a napon Ferenc Ferdinánd és felesége Zsófia főhercegnő merénylet áldozatai lettek, ugye még fenti képen élőben láthatjátok őket, itt pedig lent már a ravatalon. És talán könnyű kitalálni, hogy ez a jóvágású fiatalember pedig a képen maga a merénylő Gavrilo Princip. Azt is mondtuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumát nem tudta a Szerbia elfogadni, konkrétan ezt a bizonyos hatodik pontot, amit ide is élesztettem, és emiatt július 28-án hadüzenettel válaszolt, és megkezdődött a nagy háború. A szerb hadsereg vezetése, ugye mondtuk, hogy a mindenkori uralkodó, vagyis akkor első Petar Karagyorgyevics, vagyis első Péter király kezében volt, de idős kora miatt régensként a fia Alexander, vagyis Sándor vette át ezt a pozíciót, és kiemeltük Radomir Putnik vezérkari főnök nevét is, a Kumanovói csata híres győztesét, aki Vajda címmel bírt. Az osztrák-magyar hadműveletek eredményezték a Ceri csatát 1914. augusztusában, amelynek hőse Stepa Stepanovics volt, aki a megerőltető drinai meneteléssel sikeresen megfordította ennek a csatának a menetét, és szerb győzelmet hozott. De az osztrák-magyar haderő a Koruborai csatával válaszolt volna. Végül is, hogy nem sikerül ez a csata, ez Zsivai Misiknek köszönhető, aki az újjászervezett szerb hadvezetést koordinálta, és stratégiájával kiszorította az osztrák erőket Szerbiából. Láttuk azt is, hogy 15 elején az offenzíva az nem újul meg a tifusz járvány miatt, amely sújtotta úgy a szerb, mint az osztrák haderőt, viszont októberben, miután Bulgária belépett a háborúba, egy hármas támadás indult Szerbia ellen, amelynek az Albán Golgota lett az eredménye, tehát a szerbek visszavonulása Albánián keresztül. Mindenhez köthető Montenegró katonai szerepvállalása is a nagy háborúban. Mi mondtuk, hogy ugyan nem volt túl jelentős, de a Mojkováci csatával 16. januárjában gyakorlatilag fedezték, vagyis biztosították a szerbek visszavonulását, hiszen teljesen önfeláldozóan feltartóztatják az Osztrák-Magyar Monarchia haderejét. Persze a csata annyira felülrölte a katonai erőket, hogy a csatát követően Montenegró kapitulált, viszont a szerbek biztonságban elérték a tengerpartot. Arról is beszéltem, bár is az osztály egy részénél biztosan, hogy ugye nem csak férfiak, hanem nők, gyermekek is részt vettek ebben az Albán Golgotában és a későbbi szaloniki hadműveletekben. A képen a legfiatalabb katonát láthatjátok Momcsila Gavrić személyében, 9 évesen került a szerb hadsereghez, miután szüleit a megszállók lemészárolták, és nem volt neki hova húzódnia, csatlakozott a szerb haderőhöz, és végig harcolta az első világháborút. Hát ekkoriban ilyen a gyermekkor. Ezt az emlékbélyeget pedig nem olyan régen, amikor a 2016-ban a Mojkováci csata 100 éves évfordulóját ünnepelték, akkor adták ki, és ugye itt a felirat is igazolja, hogy valóban mekkora jelentőséggel bírt a Mojkováci csata a szerb történelemben. Mi történik ezután? Láttuk, hogy az olasz hajók nem segítettek, a szerbeken és francia hajókkal szállították a legsérültebb, legbetegebb embereket Vidó szigetére, a jobb állapotban lévőket Korfu szigetére. A Vidóra érkezők többsége életét vesztette, és több mint 5000
halottal számolhattunk, a kis sziget, illetve hogy a köves talaj nem engedte meg, hogy földbe temessék az elhunytakat, úgyhogy hullámsírba kerültek, ezt örökíti meg Milutin Bojics költeménye is. Másiképpen egy emlékkápolnát láttok, illetve a Korfu szigetén lévő pravoszláv temetőt, ahová az elhunytakat, később elhunytakat temették. A megpihent szerb hadsereg a Szaloniki fronton került bevetésre, és ugye mondtuk, hogy már 16 őszén a Kajmakcsalani győzedelemmel írták be magukat a történelembe, illetve a képen az az emlékkápolna látható, melyet Alexander régens emeltetett tiszteletükre. Na most mi történik Szerbiában? Tankönyvben is találtok egy térképet, amely a szerb területek felosztását mutatja. Szerbia megszállás alá került, a nyugati területeit az Osztrák-Magyar Monarchia szállta meg, míg a keleti területeit Bulgária. A civil lakosság nagyon sokat szenvedett ebben az időben, hiszen a megszállók erőszakoskodtak, bezárták az iskolákat, megtiltották a pravoszláv nyelvű istentiszteleteket. A helyzet különösen a bolgár megszállási övezetben volt súlyos, ahol a bolgárok kifejezett erőszakos elbolgárosítást végeztek, vagyis a céljuk az volt, hogy a szerb lakosság beolvadjon a bolgár etnikumba. Na most ez természetesen a szerbek ellenállásába fog ütközni, és ez lesz a toplicei felkelés, amely 17 elején tört ki. Ennek a felkelésnek az élén két személy állt, őket láthatjátok a képen, Kosta Vojinovics, illetve a nagyszakállas, ő Kosta Milovanovics Petyánat, akiről el kell, hogy mondjam, hogy őt a szerb hadvezetés titokban szállította vissza Szerbiába, tehát ő egy katonatiszt volt, és kifejezetten azt a feladatot kapta, hogy megszervezzen egy felkelést a szerb területeken, amely azonban az Antant offenzívával összhangban kellett volna, hogy megvalósuljon. Tehát amikor az Antant erők annyira felerősödtek volna a Szaloniki fronton, hogy megkezdhették volna a támadást, akkor kellett volna, hogy ez a felkelés is kibontakozzon, és hogy együttesen nagyobb eredményt értek volna el. De a lakosság elkeseredése miatt a felkelés korábban tört ki, és ennek 20 ezer civil áldozata lesz, ugyanis a bolgárok vérbe folytották a felkelést. Ezt is már tudjuk, hogy a Szaloniki frontot igazából szeptember 15-én francia vezetéssel, képen látható úriember Franz de Peré, tehát ő koordinálta a szerb és francia haderőt, sikeresen áttörték, megtörténik a központi hatalma kapitulációja, és november 1-jel gyakorlatilag egész Szerbia felszabadult. Ha az áldozatok számát nézzük, a tankönyv azt írja, hogy körülbelül a lakosság 30%-a veszett oda a háborúban. Én azt mondanám, hogy pontosabb adatok szerint 26%-a, főként civilekről beszélünk, illetve hogy a kisebb mértékben katonai személyek voltak ezek. És nem feminizmus a részemről, csak azért, hogy erről is halljatok, tudjatok, bizony, hogy rengeteg nő harcolt a nagy háborúban, a képen Milunka Szávicsot, illetve Szofia Jovánovicsot látjátok, akik úgy a Balkán háborúban, mint a nagy háborúban kitűntek. Szofia Jovánovicsot csak a szerb zsándárként emlegetik. A harmadik képen pedig Flora Sands látható, az a bizonyos hölgy, aki Angliából érkezett még ápolóként a tifuszjárvány idején, és azután maradt a szerb hadsereggel, végigjárta az Albán Golgotát és támogatta a szerb hadsereget a továbbiakban is. Ami még minket érdekel, az, hogy milyen is, illetve mi volt Szerbia politikai célkitűzése a nagy háború során. Először is a Nisi nyilatkozatról beszélnék, amelyet 1914. december 7-én adott ki a szerb kormány. Azért Nisben, mert hogy Belgrád megszállás alatt volt, és a szerb kormány székhelye akkor Nis.
Mi lenne Szerbia háborús célja? Ahogy az idézetből is látjátok, a céljuk az, hogy valamennyi rabságban élő szerb, horvát, szlovén testvérüket úgymond felszabadítsák és egyesítsék egy nagy államban, vagyis kifejezetten az osztrák-magyar monarchia területét célozzák meg, mint területi igényt. A képen az az épület látható, amely Nisben a kormány székhelyén szolgált, és ez különben egy katonai otthon volt. Na most a szerb kormány ugye az Albán Golgota után Korfura szorult, és itt adták ki a korfui nyilatkozatot 17. július 20-án, amely nem csak a szerb kormány, hanem a szerb kormány és a Jugoszláv Bizottság közös nyilatkozata volt. Na most mi is ez a Jugoszláv Bizottság? Ez a testület 1915-ben alakult meg Párizsban. Mégpedig a tagjai olyan szerb, horvát, szlovén, bosnyák politikusok voltak, akik még az osztrák-magyar monarchia idején politikailag aktívan tevékenykedtek, mondjuk valamilyen politikai szerb tagjai voltak, de amikor az osztrák-magyar monarchia hadba lépett Szerbia ellen, akkor emigráltak Franciaországba. Most őket megkereste a szerb kormány, és ez a kép Korfun készül, a központi figurát talán felismeritek, ő Nikola Pašić, ha még emlékeztek rá, nagy szakálláról felismerhető, és ez a közös nyilatkozat kifejezte az, hogy függetlenül, hogy még zajlik a háború, ők biztosak abban, hogy a háború után meg fog alakulni egy közös nemzeti állam, a szerbek, horvátok és szlovének részére, sőt, abban is megegyeztek, hogy ez a közös állam a szerb, horvát, szlovén állam nevet fogja viselni, és politikai berendezése királyság lesz, mégpedig a Karagyorgyevi dinasztia vezetése alatt. Arról is szólottak, hogy például a cirill és a latin írásmód általánosan elfogadott lesz, illetve három vallást ismernek el, a katolikus, a pravoszláv és a muzulmán vallást. Nyilatkozat képét láthatjátok, és itt alul Pašić aláírása, illetve a Jugoszláv Bizottság részéről Ante Trumbić írta alá, és ha valakinek feltűnik a dátum, ugye ne felejtsétek el, hogy akkor még a Julianus naptár van érvényben, ezért a 13 nap eltérés. Miután 18. november 11-én Németország kapitulált, így lehetősége nyílt Alexander régensnek, hogy 1918. december elején bejelentse, vagyis kikiáltsa az SHS, vagyis a szerb-horvát-szlovén királyság megalakulását, amelyről majd remélhetőleg tantermi körülmények között második félében tanulunk. Egy feladatot kaptok még. A képen egy szerb festőnő látható, akiről tanultunk tanteremben is, mondtam, hogy tifuszjárvány idején ő is ápolói tevékenységet folytatott, és a járvány áldozatává vált, kilátható a képen, tankönyvben is megtalálhatjátok a nevét, illetve képeit. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk szerdán, további szép napot!